Szevasztok srácok, Csipi vagyok és nézzük meg, hogy milyen új SBC jött ki ugye tegnap. Bár nem tudom, hogy ezt uh, csütörtökön fogjátok látni ezt a videót, hogy pénteken, de elvileg szerdán jött ki egy olyan SBC, ami egyetlen egy napig él csak Under the Lights, tehát a fények alatt gondolom a pályára utalnak ezzel, ugye éjszakai meccs, vagy mit tudom én, tehát ahol mesterséges fények alatt játszanak. Azt mondja, hogy 500 coint ad meg egy uh, Rare Electron Players pakot, tehát ez a legjobb Electron Players pak, -e, bármi lehet. És az az érdekessége ennek az SBC-nek, hogy ugye kell bele két ilyen UEFA Champions Liga, akár sima vagy rare, tehát ritka vagy non-rare, tehát bármilyen UEFA Championship Ligás játékos kell, jó bele, igazából kettő kell bele. Plusz még vannak olyan követelmények, hogy egy ligából max. 6, és ugye egy klubban minimum 4 kell bele, tehát össze kell rakni egy olyan squadot, ahol legalább 4 játékos ugyanabból a klubból van. Na hát ezt úgy oldottuk meg ugye, hogy itt van fönt 4, a spanyol egyből, mint spanyol, itt van még egy spanyol egyes, mert még egy másik játékost akartam betenni, a spanyol volt, akit régebben nyitottunk, de aztán inkább nem áldozunk be, mert ezek a UEFA játékosok annyira a nevetséges áron vannak, tehát ezek az utcai játékosok ilyen 1000 coin körül mennek. Szóval itt egy spanyol játékos volt eredetileg, méghozzá. Ez a Carlos Soler. Tehát így nézett ki eredetileg a csapat. De inkább lecseréltem egy ilyen Mantalosra, most tudom, mennyi volt ez a két játékos. De igazából mindjárt futunk, hogy mennyi volt az összes játékos. Szóval itt vannak spanyol egyesek, mint spanyol, itt is van egy spanyol egyes spanyol, és akkor itt van egy csapatból, a spanyol kettőből, méghozzá az Oszaszunából négy játékos, ugye az is mint spanyol, tehát az összes spanyol nemzetiség, ugye aztán bőven meg lett a 80-as Chemistry, tehát, anélk, tehát a két speciális játékosnak abszolút nem kell poszton lennie, és nem kellett keményben lennie senkivel így is meg lett a chemistry igaz, hogy 1, 2, 3, 4, 5 játékosunk ugye is, tehát zöld pajzsa van amúgy csak 78-os lenne, de nekünk ezt is sikerült kirakni nézzük meg az árakat nem voltak igazán drágák a játékosok, láthatjátok ugye 1000 volt ez a kék ez meg 1003 na hát akkor nincs más hátra, ezt kitobom ezt el Nézzük meg. Na kész van akkor az Under the Lights SBC is. Itt van egy ilyen Rare Electrum Players Pack, ugye előbb mondtam már, hogy ez a legjobb Electrum Players Pack, meg 500 coin, hát 500 coin nem vagyok kisegítve, de legalább van egy kis lóvénk. Alex azt mondja, hogy ezt nyissam ki én, akkor azt kinyitom én. Ezt az egyetlen egy csöves pakkot, Szóval látjuk, hogy jönne belőle valami. Alex azt mondja, nem olyan csöves, szerintem még bord lesz benne. Úgyhogy jó csöves lesz szerintem. Természetesen van benne bord. És egy infom, egy brazil, egy Neymar helyett egy... Szar fejenordos. ordos Ó, oh, már azt hittem, hogy Neymar. Na hát még egy infom, hogy nyitottunk srácok. Még egy Team of the Week-et, ugye már nyitottunk, hogy három Team of the de mind ilyen szutykossza. Hát nézzétek meg ennek is, 42 42-es a pészetet tehát rohadt gyors lehet, ami elképesztően. Mondjuk informnak inform, jól lesz És mögötte csak hulladékok vannak. 6,3 láb magas van, az legalább jó. Itt van egy kriszkító. Ja, értem, Alex mondta, ha értem, Alex azt mondja, meg lehet nézni, mennyibe mennek. Nyomok egy Y, aha, ilyen az új transfer. Aha, haha. Értem. Uh -huh. Hát ez egy pak volt, Relektrum. Relectrum Electrum players pak, aztán ugye 81-esben nagyon nagyobb, érted? Ha nem lenne. Ha nem lenne inform. Akkor nem is lenne izé board. Érted? A nagy Relectrum players pak, azt nem is tudom mennyibe kerül igazából. Tehát legalább egy ilyen 40 ezeres pak vagy, 30 ezeres pak, nem? Kalapszar. Na, én, de srácok Legalább egy inform jött, beépteni nem tudjuk, de hát nem is tudom, ez a 42-es pénz engem megrémiszt. Na mindegy, srácok, hát ennyi lett volna ez az Under the Lights SBC, ez a egy fantasztikus pakka. Ha hát tetszett, dobjatok rá egy lájkot, csupi voltam, szevasztok!